este Magyarországon, ezen a napon a magyar kultúra fővárosa az Bogyiszló. Mondta megnyitójában Horváth István országgyűlési képviselő, aki méltatta a helyiek hagyomány megtartását és azt az igényt, hogy évtizedek óta nem engedik elkopni azt az értéket, melyet Bogyiszló a magyar kultúrában jelent. Amíg ilyen erős a múltjuk és a jelenük, addig biztosította a jövőjük is, tette hozzá. Sebő Ferenc Kossuth Díjas népzenekutató azt mondta, a bogyiszlói zenekar ma már az unokák zenekara, de minden hangjukkal és zenei sokszínűségükkel méltó őrzői az ősök zenei tudásának, miközben követik a folklór állandó változását. Az az értékük, hogy megőrizték a saját zenéjüket, és nem pártoltak el tőle, és ez a mai napig is, ez az ünnepség is mutatja, hogy ez a közösség ragaszkodik a hagyományaihoz, nem lép túl rajtuk, és egy ilyen modoros áll kultúrára nem cserélik le ezt az egészet. Mihálovics Zsolt az együttes mai vezetőjének nagyapja, Orsós Kis János volt az alapító prímás. Azt mondta, reméli, hogy nagyapja emlékét méltóképpen tudják őrizni. Ha nincs kinek muzsikálni, akkor én muzsikálhatok, és értéket közvetíthetek. Valóban magamnak közvetítem, és aztán majd valaki egyszer meghallja, akkor jó. De amikor egy ilyen, mondhatom, tömeget ide vonz a mi zenekarunk neve, akkor úgy látszik, és nem csak a helyi közönséget, hanem országosan, mondhatom, hisz Ausztráliából földrész, más földrészről érkeztek személyek erre a koncertre, akkor nagyon büszkén állok ma itt, mint a Bogyiszló zenekarnak a vezetője. Tóth István a település polgármestere azt mondta, Bogyiszló egészen számára büszkeség mindaz, amit a zenekar letett már eddig is a magyar kultúra asztalára, amivel ismertté tették Bogyiszlót szerte a világban.